Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Imáron valóban az ötödik és egyben utolsó előadás következik, és talán elárulnám azt is az elején, hogy miért változtattuk meg a sorrendet a bibliai könyveknél, ugyanis egy bizonyos lelki ívet írnak le ezek a könyvek, ez a három bibliai könyv. Valamiképpen a Jónás könyve a kívülállókkal való kapcsolatra irányította a figyelmünket, vagyis az idegenekhez való viszonyra. A Rút könyve az már közelebb hozott a rokonság világába bennünket, és a Tóbiás könyve pedig egészen konkrétan a családhoz hoz közel minket. Tehát igazából mind a három könyv valamiképpen a kapcsolatokról szól, a másokhoz való kapcsolatról, legalábbis egy olvasatban ezt mondhatjuk, és a tágabb körtől haladunk a szűkebb közösség, vagyis a primér közösség felé, ami nyilvánvalóan a család az ember életében, és ebben az értelemben úgy gondoltam, hogy a Rút könyve az, ami középen kell, hogy elhelyezkedjen, tehát ezért a múltkor egy kicsit megváltoztattuk ezt a sorrendet. Ámbátor majd a Tóbiás könyvénél láthatjuk, hogy igazából tulajdonképpen ez is a tágabb rokonságról is szól, nem csak a szoros értelembe vett családról, de azért végső soron mégis elsősorban és mindenek előtt a családi élet kapcsolat viszonyairól. Ez tehát az ív. Az elmúlt alkalommal mondottam egy biblia olvasáshoz nagyon fontos, hogy úgy mondjam, axiómát, vagy gondolatot, hogy tudnélik, érdemes azt tudni, és az egyházatják fogalmazták ezt meg, hogy a Biblia velünk növekszik. És akkor egy kicsit ezt ki is fejtettem, hogy a szó minden értelmében, minden keresztmetszetében, tehát életkorral velünk növekszik, műveltségi szintünkkel velünk növekszik, személyiségfejlődésünkkel, érzelmi változásainkkal együtt növekszik, tehát a szó minden keresztmetszetében növekszik az emberrel, és minden élethelyzetben mindenkinek mond valamit, és minden életstádiumában. Egy másik biblia olvasási elvet is szeretnék mondani, illetve idézni, szintén az egyházatják fogalmazták ezt meg, hogy tudniillik, az Ószövetséget mindig az Új Szövetségen átszűrve kell olvasnunk, és értelmeznünk, és megértenünk. Ez egy rendkívül fontos, hogy úgy mondjam, axióma, ugyanis nagyon sok ember jön hozzám is, vagy teszi fel ezt a kérdést, hogy hát az Ószövetségben azért eléggé szörnyű dolgok vannak. Van ott népirtás, van ott mészárlás, Isten nevében történő harcok és egyebek, és ezeknél úgy az ember nagyon el tud akadni, hogy hát kérem szépen, ez van a Bibliában? Hát hogy van ez? És amiért ezt a gondolatot előhoztam, hogy kezdjük mindjárt a végéről, a Tóbiás könyvének a vége, tulajdonképpen az utolsó bekezdés úgy záródik, hogy Ninive, amely szintén központi szereplője lesz, mint város ennek a bibliai történetnek is, elpusztul, ez egyébként történelmi tény, 612-ben a médek és a perzsák elpusztították Ninivét, porigrombolták, és hát minden, ami kegyetlenségebe belefért, fölkonszolták az embereket, elhurcolták, lemészárolták. És a Tóbiás könyve úgy ér véget, hogy Tóbiás, illetve az idős Tóbit a halála előtt igazából ezt az Isten bosszújának tekinti, és tulajdonképpen örül neki. Na most az igaz, hogy ebben a történetben nem úgy, mint a Jónás könyvében, ahol Ninive egy példaértékű város, ebben a könyvben azért valóban a történelmileg hiteles, valós Ninivével találkozunk, amely egy elnyomó uralomnak a központi városa volt. Az Asszír birodalom egy hihetetlenül kegyetlen birodalom volt az ókori keleten. Rengeteg embert lemészárolt, és a keleti kegyetlenséggel rengeteg ember pusztított el. Na de mégis lehet-e azt mondani visszafelé, hogy amikor ez a gonosz és valóban történelmileg ilyen Ninive elpusztul, és porigrombolják és lemészárolják a lakosait, akkor mi újjongjunk ezen.
Nyilvánvalóan az ember azért ezen meg is tud rökönyödni, hogy hát azért nem ezt tanítja a hitünk, és akkor hogy ez benne van a Bibliában. Hát ne feledjük el, hogy az ószövetségi időszakban az ószövetség népe még azt a tanítást vallotta bibliai alapokon, ez volt a hitvallása úgymond, hogy szemed szemért, fogad fogért. És hogy szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. És ez az újjongás ennek a képletnek felel meg. Az Ószövetség ezen a szintjén tart, hogy úgy mondjam, vagy az Ószövetség népe ezen a szintjén tart a fejlődésének, vagy a Biblia megértésének, az Isten szándékai megértésének, ennyit tud belőle fölfogni, megélni, megvalósítani, hogy szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. És amikor ezt látjuk, hogy ott az ellenség elpusztulásán újjong egy bibliai ember, vagy a bibliai nép, akkor ezt kell mögötte látni, hogy itt még ezen a szinten élnek és gondolkodnak az emberek. És éppen ezért van az, hogy a Bibliában az új szövetség a meghatározó, és az új szövetségnek a szemlélete tanítása. Vagyis ezt úgy szoktuk mondani, hogy a teljes isteni üzenet, a teljes kinyilatkoztatás azért az új szövetségben jön át az emberiség számára. Az új szövetség előtt, az ószövetség időszakában is kapott az emberiség, az ember, a választott nép kinyilatkoztatást, de még azért voltak ezen a kinyilatkoztatáson, vagy annak a megértésén, vagy annak folyamatában erős vakfoltok. Erősen olyan részek, amelyek még nem a teljességet jelentik, és ezért mondják azt az egyházatják, az első évszázad nagy egyházi teológusai, hogy amikor kezedbe veszed a Bibliát és az Ószövetséget olvasod, akkor bármit is olvasol az Ószövetségben, mindig az Új Szövetségen átszűrve értelmezd és fogad be a szívedbe. Mert ugye, hogyha maradunk ennél az előző példánál, akkor tudjuk, hogy Jézus már azt tanítja, hogy szeresd fele barátodat, de még az ellenségeiket is szeressétek. Ugye ez is egy külön gondolat, hogy lehet az ellenséget szeretni, de az ellenség szeretet parancsa Jézusnál megjelenik. Tehát nyilvánvalóan az új szövetségben és az új szövetség minőségén, a kinyilatkoztatásnak ezen a szintjén, amit Jézus Krisztus hozott el, a kinyilatkoztatás teljességében már nyoma sincs annak, hogy például egy hívő ember, vagy egy Istennek elkötelezett ember újjongjon, vagy újjonghatna azon, hogyha az ellenségei elpusztulnak, abban az értelemben, hogy de jó, hogy lemészárolták őket, de jó, hogy megölték őket. Tehát nyilvánvalóan egy hiteles lelkiismerettel ezt nem mondhatja az ember. Nyilvánvalóan különböző fokozatai lehetnek annak, hogyha azt látja az ember, hogy az, aki keresztbe tett neki, az azért a maga módján megbűnhődik az életben, de azért mondjuk azt, hogy pusztítsák el őket drasztikus, embertelen módon és lemészárolják, tehát ezt azért az ember semmiképpen sem mondhatja, és ezen meg is botránkozik, és jól teszi, hogy megbotránkozik. Tehát nyilvánvalóan, hogyha ezt a gondolatot, vagy ezeket az elemeket, az Ószövetség ezen elemeit átszűrjük Jézus tanításán, akkor látjuk azt, hogy az még nem a teljesség. Ezért tehát ezt az olvasási kulcsot szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy amikor olvassa az Ószövetséget, és számára megbotránkoztató részeket olvas benne, megdöbbentő részeket olvas benne, amelyet akár úgymond az Isten nevében, vagy az Istenre hivatkozva követtek el egyes emberek, vagy a választott nép, vagy egyáltalán, vagy gondoltak úgy, Eszter könyvében is van egy ilyen rész, amikor az Eszter elleni és a népe elleni ármánykodás végül is megbukik, akkor az, amit ellenük terveztek, tehát az a népirtás, az pont a pogányok ellen fordul, és akkor ott nagy újongás van a végén, tehát ezen is meg lehet botránkozni nyilván. Ezeket át kell szűrni az új szövetség tanításán, mert csak Jézus Krisztus által, csak az új szövetségben jött el az a teljes tanítás, kapta meg az emberiség azt a teljes tanítást a szeretetről, amelyik már maradéktalan tanítás, és magát a teljességet foglalja magában. És akkor, hogyha ezt a kulcsot használja az ember, akkor talán amikor egy ilyen ószövetségi részhez ér, akkor nem fog elakadni, hanem azt mondja, hogy igen, ez egy nagyon kemény dolog, de Jézus tanításán átszűrve
értjük, hogy nem ezt akarja a Biblia, ez csak a kezdet volt, eddig a szintig jutott el az ószövetségi nép az Isten üzenetének fölfogásában, de Jézus Krisztus ezt tovább vitte és a teljességet mutatta meg nekünk a szeretetben. Íme tehát egy második kulcs a Biblia olvasásához és a Biblia megértéséhez, mélyebb megértéséhez. A Tóbiás könyve. A Tóbiás könyvének a hátteréhez meg kell értenünk valamit, amit megpróbálok Dióhéjban összefoglalni, ugyanis ez egy olyan gondolatkör, ami valószínű a többi bibliai könyvek kapcsán majd erősebben elő fog kerülni, és akkor majd talán hosszabb időt is szánunk rá egyszer, tovább folytatódnak esetleg ezek a bibliai előadások, de most röviden mégis kell róla beszélni, ez pedig a bölcsességi kultúra. A Tóbiás könyve azokhoz a könyvekhez tartozik, amelyek a palesztinai kánonban nincsenek benne, tehát a szűkebb értelemben vett felsorolásban nincsenek benne, viszont, ahogyan az első alkalommal mondottam, a tágabb értelembe vett Bibliában benne van, ezért igazából a zsidóság által meghatározott Bibliában, vagy a zsidóság Bibliájában nem található meg, ezért ott nincs értelme annak, hogy arról beszéljünk, hogy hova soroljuk be, hogy az írásokhoz, vagy a többi írásokhoz, prófétai könyvekhez, tehát erről nem érdemes beszélni, mert nincs benne. Viszont a keresztények közül a katolikusok és ortodoxok bibliájában benne van, hiszen a tágabb bibliai kánont veszük alapul, és a katolikusok bibliájában a tanítókönyvek egységében foglal helyet. De hogyha mégis netalántán benne lenne az Ószövetségben, akkor minden bizonnyal a többi írások között, mégpedig a bölcsességi írások között szerepelne. Mert az egész gondolatisága a bölcsességi könyvek közé sorolja őket. A bölcsességi könyvek azok egy külön csoportot alkotnak a Biblián belül, és ezek között vannak a bölcsességi irodalomnak a régebbi, hagyományos formáiban íródott könyvek, amelyek alapvetően bölcs mondások gyűjteményeit jelentik, és vannak a későbbi bölcsességi írások, amelyek átfogó tanító elbeszélések, vagy akár novelláknak is nevezhetjük, tehát novella formában elmélkednek a bölcsesség egy-egy aspektusától, vagy az aspektusáról, vagyis az emberi élet egy-egy oldaláról a bölcsesség szempontjai szerint. Nos, a Tóbiás könyve is ezek közé a későbbi keletkezésű bölcsességi írások közé tartozik, mint ahogyan láttuk ezt a Jónás könyvénél, mint ahogyan láttuk ezt Rút könyvénél, tehát ezek kerek egész elbeszélések, novellisztikus formában megírt kerek egész elbeszélések, ugyanígy a Tóbiás könyve is, de karakterében a bölcsességi írásokhoz tartoznak. A bölcsességi irodalomról pedig a következőket érdemes tudni. Ugye a bölcsesség ősatjának a Bibliában Salamon királyt tartjuk. A Biblia méltatja őt, hogy nem akadt még egy olyan bölcs ember a földön, mint Salamon, még Sába királynője is eljött, hogy Salamon bölcsességéről meggyőződjön, és amikor meggyőződött róla, akkor megemelte a képzeletbeli kalapját, hogy igen, valóban nincs bölcsebb a világon, mint maga Salamon. Na most ezt az ember elteszi a tarsójába ezt a gondolatot, és ezt egy ilyen egyszerű jelzőnek fogja fel, hogy igen, hát vannak bölcs emberek, és Salamon biztos ilyen bölcs ember volt, és a legbölcsebbek közt említi a Biblia. De itt egész másról van szó. Ugyanis a bölcsesség az ókori keleten, az egész ókori keleten, és ezen belül Palesztinában is, az tulajdonképpen a tudomány. A tudomány. Ha azt kellene kérdezni, hogy az ókori keletnek mi a tudománya, akkor azt kellene mondani, hogy bölcsességi kultúra az ókori keletnek a tudománya. Míg a nyugatnak az ókorban a filozófia a tudománya. Tehát párhuzamba lehetne állítani az ókor két tudományos gondolkodását, nyugaton a filozófiát, a görögök ezt vitték magas fokra, csúcsfokon művelték a filozófiát, és a nyugat, az ókori nyugat tudománya az a filozófia volt. Emellett az ókori kelet tudományossága az a bölcsességi kultúra volt.
Tehát itt nem arról van szó, hogy Salamon úgy a maga módján a szónak hétköznapi értelmében a legbölcsebb volt az emberek között, hanem hogy ezt a bölcsességi kultúrát, ezt a tudomány ágat egyrészt meghonosította a királyi udvarában elsőként, és a királyi udvarát és az egész tudományos gondolkodást az ő királyi udvarában, és attól kezdve nyilván majd a leszármazott királyoknál is, alapjául tette a birodalmában vagy az országában a minőségi gondolkodásnak, vagy az értelmiségi gondolkodásnak, ha úgy tetszik. Hivatalnok képzést indított, akik ezt a kultúrát művelték, és ennek a kultúrának a művelése ugye nyilván nagyon-nagyon sok ágon történhet, tehát beszélgetésekben, meghallgatásokban, bölcseknek az előadásában, írott kultúrában, és ahogyan ez egyáltalán művelhető, tehát nagyon-nagyon sokoldalúan ezt a bölcsességi kultúrát művelték, a mondásokat adták tovább, tanították az ifjú nemzedéket, ennek a bölcsességi gondolkodásának a szellemében tanították az egyszerűbb népeket, és ez lett az hétköznapi gondolkodásnak az alapja aztán az embereknél, és nyilván volt ennek egy értelmiségi réteg számára megfogható magasabb szintje, és volt egy a köznépi szinten. Afféle életbölcsességről van itt szó. Ez az ókori kelet tudományossága, életbölcsesség, amely az élet szinte minden kérdésére kiterjed, és megpróbálja az életet és az élet tanulságait bölcsességi gondolatokban megragadni, gyakorlati dolgokat jelent, szemben a nyugat kultúrájával, a filozófiával. A filozófia az elvont gondolatokat tartalmaz. A bölcsességi kultúra az nagyon kézzelfogható gyakorlati kultúrát jelent, gyakorlati tanácsokat ad az élet minden területére. Nos, ezeket tehát Salamon meghonosította, és nyilvánvalóan az ókori kelet közös kincséből merítette már ő akkor is ezt, amikor az udvarába ezt meghonosította, és az ókori keleten ennek a bölcsességi kultúrának van egyfajta átjárhatósága is. Nyilván ezek a bölcsességi források a különböző országokban, ókori kelet országaiban egyfajta kapcsolatot mutatnak, történetek, tanúságos történetek, bölcselkedések, bölcsmondások, idézetek, források közkincsé válnak, egy is nép is használja, másik nép is használja. A Tóbiás könyve a nagyobb terjedelmű elbeszélő bölcsességi írások között teljes egészében bibliai írás, de szintén mutat rokonságot mezopotámiai bölcsességi forrásokkal. Többek között ránk maradt irodalmi anyagokkal is. Mezopotámiában található egy mai napig is kezünkben lévő elbeszélés, illetve bölcsességi írásgyűjtemény. Ez az úgynevezett Ahikár tanításai, Ahikár bölcsességei. Ez az Ahikár, ez egy mezopotámiai tisztviselő volt, és ránk maradt az ő története, amelyet egyébként a Tóbiás könyve mint egy tanulságképpen majd a végén föl is elevenít, idézni fog az idős Tóbit halála előtt, mint egy utolsó intelmei között fiának, Tóbiásnak, és a tanulságait levonja az Ahikár történetnek. Az Ahikár történet arról szól, hogy van egy mezopotámiai tisztviselő Asszíriában, akit Ahikárnak hívnak, és ő egy nagyon magas pozíciót tölt be a királynak a főkincstárnoka többek között, és mivel nincs saját fia, ezért adoptál egy fiút, a nővérének, testvérének a fiát adoptálja, és a saját fiaként neveli fel, tanítatja minden műveltségre, és arra készül, hogy átadja neki majd a saját hivatalát, ha megöregszik, de a fiú ezt nem tudja kivárni, ugye, és összeesküvés sző Ahikár ellen, aki őt örökbe fogadta, és megvádolja őt, úgyhogy elítélik, halálra ítélik Ahikárt, de a hóhér, akivel korábban nagyon jót tett ez az Ahikár, az utolsó pillanatban megmenti valamilyen ügyes csellel Ahikárt a kivégzés elől, és elrejti. Ahikár elbújik, elmenekül, és azután történik egyszer, hogy Egyiptom királya, a fáraó
találós kérdéseket tesz fel, ugye megint az ókori Kelet, találós kérdések is a bölcsességi kultúrához tartoznak. És a bölcsességet sokszor ebben mérik le, hogy mennyire bölcs valaki, hogy a találós kérdésekre tudja-e a választ. Nos, tehát a fáraó találós kérdéseket tesz fel az asszír királynak, és hát az asszír király nagyon nagy bajba kerül, mert nem tudja a válaszokat az összes udvari bölcsével együtt sem, és akkor felsóhajt magába, hogy ó, ha élne Ahikár még, és de sajnálom, hogy kivégeztettem, és akkor a hóhér akkor bevallja, hogy hát igazából Ahikár él, és előhozzák Ahikárt, megmondja a válaszokat, ugye ügyes huszárvágással a király kivágja magát az egyiptomi fáraó kérdéseinek hálójából, Ahikárt visszahelyezik a hivatalába, és a gonosz örökbefogadott unokaöccsöt, örökbefogadott gyermeket pedig Ahikár megbünteti. Ez röviden az ő története, és az öreg Tóbit a halála előtt a Tóbiás könyvébe, a fiának Tóbiásnak ezt a igazából mezopotámiai eredetű, bibliai környezeten kívüli közkincs történetet, mert az egész ókori Kelet ismeri ezt a történetet, igazából beemeli az ő történetébe, és mint egy hivatkozásul, hogy így járnak a gonoszok, és a jók mindig jutalmat kapnak a végén, és érdemes jónak lenni, a gonoszok meg a végén mindig megbűnhődnek, tehát nyilván ez egy ilyen nagyon egyszerű fekete-fehér történet. Ezzel is példát akar mondani és mutatni a fiának, Tóbiásnak, hogy íme. Tehát látjuk a rokonságot az ókori Kelet kultúrájában a különböző bölcsességi forrásoknak. Természetesen a Tóbiás könyve azonban nyilván közelről sem írható le az ókori Kelet közkincsével, vagy magyarázható meg ebből a bölcsességi irodalomból, forrásból, közkincsből, Ahikár történetből és a többiből. Ez csak azt jelenti, hogy nyilván ezek közkézen forgó történetek voltak, és maga a bibliai irodalom is ezekből olykor merített, mint ahogy látjuk Tóbiás könyvénél. Nos, ezek után akkor térjünk rá valóban már konkrétan Tóbiás könyvére. Tehát miről van itt szó? Tóbiás könyve nem maradt ránk eredeti arám vagy héber nyelven, hanem görög nyelven maradt ránk, de annyi benne a szemitizmus, hogy azt feltételezik kezdetektől fogva a szentírás kutatók, hogy biztosan létezett sémi változat, tehát arám vagy héber nyelvű változat, és amikor Qumránban 1948 körül megtalálták a hatalmas qumráli tekercsleleteket, akkor valóban találtak is Tóbiás könyvéből sémi nyelvű többet is, tehát legalább négy tekercset vagy tekercs részletet találtak Tóbiás könyvéből, ami viszont már eredeti nyelven íródott, tehát beigazolódott, hogy valóban ez héber vagy arám nyelven íródott annak idején. Tóbiás könyve egy novellisztikus elbeszélés, megint csak azt kell, hogy mondjuk. Van egy tudatos megalkotója papíron, aki igazából a bölcsességi kultúrában egy gondolatot próbál körüljárni és kifejteni, és novellisztikus történetben méghozzá buzdító jellegű elbeszélés novellában közöl. És ebben a buzdító novellában vannak benne azok a tanítások, amelyek igazából ezt a könyvet bibliai könyvé teszik, vagyis amelyek az üzenetet, az Istentől jövő tanítást tartalmazzák, hiszen maga a szerző, akit nem tudunk kicsoda, tehát egy ismeretlen szerző számunkra, nyilván a Biblia keletkezésének időszakában az isteni sugallatokat megértve, befogadva írta le az isteni sugallatokat, fogalmazta meg ebben a novellaszerű elbeszélésben. Mindenképpen késői eredetűnek feltételezhető ez a mű, ezt majd látni fogjuk több mindenből. Többek között az a fajta jámborság, jámbor vallásosság és jámbor gondolkodásmód, amely keresztül kasul áthatja a Tóbiás könyvének a szellemiségét, az a Krisztus előtti évszázadokra jellemző a zsidó vallásosságban.
Függetlenül attól, hogy nyilván itt Asszíriáról van szó, ami Krisztus előtti 700-as, 600-as évek történetéről szól, sőt még korábbra is visszamennek az időpontok. Megint csak arról van szó, hogy ez egy késői irat, mármint az Ószövetségi időszakot tekintve, Krisztus előtti 3.-2. századra datálják, de ez csak egy becsült kor, és a megírásának helye talán Palesztina, de az is lehet, hogy Mezopotámia valahol a mezopotámiai diaszpórában. Ugye azt mondottam, hogy az ókorban már Palesztinán kívül nagyon komoly zsidó közösségek települtek le. Elsősorban ez kezdődött Egyiptommal és Mezopotámiával. Amikor a 70 éves fogság lejárt, akkor nagyon sokan bár hazatérhettek volna Mezopotámiából, de nem tették, mert 70 év nagy idő, ugye az már 3 generáció, tehát sokan letelepedtek, és aztán a Krisztus előtti 500-as évektől már egy nagyon nagy zsidó közösség él Mezopotámiában. Birodalmak váltják egymást, ez az uralkodó, más az uralkodó, ez a birodalom, az a birodalom, de ott ez a zsidó közösség éli tovább az életét. Tehát ebben a környezetben is megszülethetett ez a könyv, vagy pedig Palesztinában, és kései irat. És már kezembe veszem a kis jegyzetemet is. Nos, a Tóbiás könyve tehát tanító céllal írt novella, és arról akarja meggyőzni az olvasóit, hogy Isten sohasem hagyja el a jámbor embert. Itt jön képbe az a gondolat, hogy miért adtam azt az alcímet ennek az előadásnak, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ugye ez a Rút könyvében is egy alcím volt, most is egy alcím. Mert hiszen itt is az isteni gondviselésnek a vonulatát láthatjuk a könyvben, hogy sok megpróbáltatás, sok kaland, sok próbatétel, sok nehézség után a végén mégis minden jóra fordul, mert hiszen az Isten áldása kíséri azt az embert, még ha menet közben és útközben próbára is teszi az Isten, sok megpróbáltatással, de aki az Isten útján kitart, azt az Isten végül is megáldja. Azt mindjárt szeretném mondani, hogy az Ószövetség időszaka, a bibliai nép időszaka még nem tud túlvilági jutalmazásról. Az Ószövetség népe az ő hitében, bibliai hitében is csak odáig jutott el, hogy a halál után csak gyengébb minőségű lét következhet, mint itt a Földön. Ugye ez nagy különbség, ha meggondoljuk, hogy a kereszténység tanítása az, hogy a földi élet után az Istennél, abban a másik világban, abban a másik dimenzióban, az Isten dimenziójában magasabb rendű, magasabb minőségű továbbélés következhet az ember számára. De az Ószövetség még nem tart itt. Még nem tart itt. Az Ószövetség még ott tart, ahol bizonyos értelemben az ókori népek is tartanak, hogy amikor valaki meghal, akkor mindenki az alvilágba kerül, kivétel nélkül. Nincs ilyen még, hogy mennyország, mindenki az alvilágba kerül. Persze az alvilág differenciált. Tehát azért nem mindegy, hogy hogyan él az ember a Földön, mert a földi élete minősége, erkölcsisége következményekkel jár a halál utáni létére, amikor az alvilágba kerül, és az alvilágban nyilván a jók, a legjobbak, azok a legfelső minőségű helyre vagy állapotba kerülnek, és a legalsó rétegbe, az alvilág legalsó bugyraiba, ahol szenvedés van és kínlódás van, oda pedig kerülnek a bűnözők és a gonoszok, és a legalsó szint az ugye az apa és anyagyilkosoknak a szintje. Tehát nem mindegy azért, persze, hogy nem mindegy, hogy hogyan él az ember a földi életébe, de összességében a földi élet után, tehát a halál után még a legjobb esetben is csak gyengébb minőségű létforma következhet, mert az alvilágba kerül az ember. A Zsoltárokban van is ilyen imádság, és nem egyszer, hanem többször is, meg a Biblia több részében is, hogy
hogy valahogyan kicsit olyan furcsán úgy érvel a Zsoltáros az imádságában, hogy Uram, őrizd meg engem, és adj nekem hosszú életet, mert az alvilágban már hogyan dicsérhetnélek téged. De addig tudlak dicsérni, amíg a földön élek. Tehát egy kicsit olyan rafinált ez az imádság, ugye, hogy arra hivatkozik, hogy hát Istenem, ugye, én szeretnélek még sokáig dicsérni téged, és ha ezt te is jó néven veszed, akkor hagyjál engem sokáig életben, mert hogyha elveszed az életem, akkor nem sokáig dicsérhetlek téged. Van benne egy kis rafinéria ebben az imádságban, olyan aranyos és mókás egy kicsit, de ezt a gondolkodásmódot tükrözi, hogy a földi élet után csak rosszabb állapot következhet. Tóbiás könyve úgy kezdődik, hogy bemutatja az idős Tóbitnak, Tóbiás apjának egyrészt a családfáját tágabb összefüggésbe teszi, a nemzetségét megmondja, és a nemzetségnek később is majd szerepe lesz, a törzsnek, amelyből Tóbit származik, és azután Tóbitnak a jámborságát írja le az első részében a Tóbiás könyve. Igazából ez az első egység a Tóbiás könyvében. És ez a jámborság, ez nem csak valami elvont jámborság, hanem gyakorlati jámborság, és elsősorban mindenek előtt és főként a szegények segítésében testesül meg, mert ez a Tóbit olyan ember, hogy rengeteg segítséget nyújt a szegényeknek, és ott van egy felsorolás, hogy ekkor az özvegyeknek, és 3 évente ilyen ajándékot adott, és egyébként is nem hagyott egyetlen szegényt sem segítség nélkül, tehát gyakorlati módon mutatja be az ő jámborságát. Másrészről pedig az ő jámborsága a holtak iránti tiszteletben mutatkozik meg, mármint hogy abban az értelemben, hogy temeti a halottakat, amikor nem volna szabad akkor is. Az ókorban, az ókori gondolkodásban a pogány népeknél úgy néztek a halálra, hogy a halál az nem a csúcsbüntetés, de még a kínhalál sem. Az igazi nagy büntetés az, amikor valakit halálra ítélnek, nyilván ezt lehet fokozni kínzással, és kínhalállal is meg lehet ölni valakit, de hogy nem engedik eltemetni még ezután. Még ez is a plusz büntetés volt, ami nem csak arról szólt, hogy hát azért egy borzasztó dolog, hogy most bocsánatot kérek, de egy hulla ott elbomlik, ókori keleten írtatlan meleg van, mindent, el tudjuk képzelni, hogy ez mit jelentett, meg egyébként milyen fertőzés veszélyt is jelentett egy városra nézve, de a holtakat ott hagyták az utcán, és ez történt ekkor is, hogy az asszír király a mezopotámiai világban az elhurcolt, fogságba hurcolt zsidók közül sokakat megöletett, például egy nem sikerült vagy rosszul sikerült hadjárat kapcsán is hazament, és úgy gondolta, hogy így áll bosszút, hogy haragjába egy csomó zsidót leöletett, akiket már korábban oda elhurcolt, és ezek a holtak ott feküdtek és hevertek az utcán, és az idős Tóbit ezeket titokban az éj leple alatt eltemette, amikor ilyen ember talált. És aztán egyszer nagy baja is kerekedett ebből, mert följelentette valaki, és ezért a király halálra kerestette, de sikerült neki elmenekülnie és elbujkálnia, és csak amikor ez a király már nem volt többé király, hanem az utódja, vagy talán a második utódja lett a király, akkor jöhetett vissza, térhetett vissza, és akkor kegyelmet kapott, sőt a hivatalát is visszakapta. Erre emlékeztet a történet, és ugyanakkor Tóbit ismét egy ilyen szituációba kerül, amikor a fia Tóbiás jelenti neki, hogy apám, találtam valakit, aki ismét az utcán hever, és akkor Tóbit és a család éppen étkezéshez ült asztalhoz, ugye föl kell, ne felejtsük el azt, hogy a zsidó felfogás szerint, aki holttestet érint, az tisztátalanná válik. És mindenféle tisztulási szertartások után térhet vissza például a normális élethez és kerékvágáshoz, tehát tisztulási szertartásokon kell menni. Tehát az, hogy ő megérint egy halottat, ez vallási tisztasági szempontból is problémás. De Tóbit, nyilván holtakat el kell temetni, tehát ezt mindenképpen meg kell tenni, nyilván itt a király parancsa ellenére megteszi, az éj leple alatt eltemeti, és a szomszédok
fölemlegetik, hogy ez az ember már megint nem fél. Néhány évvel ezelőtt pontosan ezért keresték halálra, és már megint ugyanezt teszi, megint nem fél. De akkor is megteszi, mert meg kell tenni, és az ókori népek ugye úgy gondolták, hogy azért nagy büntetés a holtakat nem eltemetni, mert az eltemetetlen halottaknak a lelke nem tud megnyugodni, nem tud az alvilágba kerülni. Például a görög mitológiában ugye úgy van, hogy csak akit eltemetnek, az mehet át Káron ladikján, tehát csak ugye, hogyha a holt kint marad úgy az úton, temetetlenül, vagy több ókori népnél is így van, hogy az szükséges ahhoz, hogy ne bolyongjon a lelke valahol, hanem hogy meg tudjon nyugodni, ehhez szükséges a temetés. Tehát ezért volt igazán nagy büntetés, még plusz büntetés a halálon túl, vagy a kínhalálon túl akár, hogy nem temetjük el a halottakat. Nos, tehát Tóbit temeti a halottakat. Érdekes, ugye, hogy ennek van ókori történelmi irodalmi párhuzama. Gondoljunk az Antigoné történetre. Ugyanez a bonyodalom kezdete az Antigoné történetben is. Nyilván ugyanebből a megfontolásból ott is a király tiltja a halottak temetését, és Antigoné pedig temeti a halottakat. Tehát van ennek párhuzama az ókorban máshol is. Tóbiás könyvében is ez jelenik meg. De ez is igazából az öreg Tóbitnak azt támasztja alá az életében, hogy mennyire az Isten törvényeinek megfelelően él, és még kockázatot is vállal, még akkor is, hogyha halálos veszélyben van. Természetesen ezen kívül az egyéb erényeit is felsorolja a Biblia az idős Tóbitnak, hogy mennyire imádságos ember, hogy mennyire komolyan veszi a családi életet, hogy mennyire szép életet él, de talán markánsan ez a kettő emelkedik ki, a szegények segítése és a holtak temetése. Miután a Tóbitot és a családját így bemutatta a Biblia, még a helyrajzi adatot nem adtam meg, tehát a Tóbit a családjával egy asszír hadjárat során került fogságba, északon, Galileába, Galilea északi részén lakott, és tény és való történelmi tény, hogy a harmadik Tiglatpilézer asszír uralkodó Krisztus előtt 734-ben folytatott ott hadjáratot, és akkor már deportált az északi ország részből, Galileából zsidó lakosságot, izraelitákat, és úgy írja a Tóbiás könyve, hogy ezzel a deportációval került Asszíriába, azon belül Ninivébe, a fővárosba, Tóbit, ahol aztán ugye felesége lett neki, fia született, egyetlen fia született, Tóbiás született neki, és így igazából a helyszín az Mezopotámia, azon belül Ninive, Asszíria fővárosa. Nos, itt történik ez a holtak temetése, ez ugye egy kicsit, ezt korábban kellett volna mondanom, mert talán nem tudtuk elhelyezni azt, hogy miért van az, hogy melyik az a király, amelyik nem engedi a holtakat temetni, hát nyilván nem zsidókról van szó, hanem idegen uralkodóról, asszír uralkodóról. Nos, ezután következik a második egység, ahol Tóbiás, Tóbitnak a fia elindul Ninivéből, hogy fölkeresse egy rokonát az idős Tóbiásnak a biztatására. Ennél a rokonnál ugyanis nagy mennyiségű pénzt hagyott letétbe, még a virágkorába az idős Tóbit, 10 talentum ezüstöt, ami nagyon nagy pénz, és az ifjú Tóbiás elindul az apja megbízásából, hogy ezt a pénzt elkérje, mert most nagy szükségük van rá. Ugyanis az történt, hogy Tóbit egy pünkösd alkalmával nagy hőségben az ebéd után kifeküdt a fal mellé, az eresz alá, és nem takarta be a fejét, és ezért madár ürülék hullott a szemébe, és ettől a madár ürüléktől fehér foltok keletkeztek a szemén, és elvesztette a látását. És ettől kezdve ugye a férfi ember kiesik a munkából, kezd a család elszegényedni. Egyre rosszabb helyzetbe kerülnek. A felesége munkát vállal, ugye nő munkát vállal az ókorban. Ugye az ókorban azért nyilván a házi munka igen, de külső munka vállalásra kényszerül a feleség. Sző és fon,
és vásznakat készít, és ezt pénzért eladja, és hát tulajdonképpen ebből éldegélnek úgy, ahogy, de szükség van arra a pénzre, és ezért Tóbiásnak el kell indulnia, hogy ezt a pénzt elkérje attól a rokontól, akinél Tóbit letétbe helyezte ezt a pénzt. Ez a város pedig, ahol ez a rokon él, ez Médiában van, Rágesben, és ide kell elmenni ezért a pénzért. Tóbiás nagyon fiatal, tapasztalatlan, nem ismeri az utakat Médiába, a biztonság hiánya és egyebek, ezért kell neki egy kísérő. És hát elindul kísérőt keresni apja biztatására, és talál is egy kísérőt, aki Azarjának nevezi magát, de a Biblia megjegyzi, hogy Rafael angyal ez a kísérő, tehát igazából egy angyallal találkozik, aki kísérni fogja őt az úton, de ezt az angyal csak a végén fogja fölfedni a számára, ez menet közben nem derül ki, majd csak a legvégén derül ez ki. Tehát mindvégig Azarjának nevezik ezt a kísérőt, és a végén mondja el, hogy ő igazából az Úr angyala, akit Rafaelnek hívnak, és az Isten gyógyító erejét képviseli, és az emberek imáit viszi az Isten elé. Most tehát ez a kísérő megfelelőnek látszik, bemutatja Tóbiás, elviszi a vak apjához, az apa is kikérdezi, meg van vele elégedve, és elindulnak az úton. Közben párhuzamosan Média fővárosában, ami Ninive és Rágesh között található Médiában, Ekbatánában él egy rokon, akinek van egyetlen lánya, akit Sárának hívnak, és ennek a Sárának is van egy problémája, ott nem a vakság, meg az elszegényedés a probléma, hanem az a probléma, hogy hát az apja már próbálta ezt a lányt, Sárát 7-szer férjhez adni, de amikor férjhez adta, és a nász éjszakán, amikor bement a férfi hozzá, hogy együtt legyen vele, akkor minden férfi meghalt. Különleges körülmények között meghalt egymás után. És ez 7-szer megtörtént ez a próbálkozás, a lány érintetlen maradt, és mindegyik a nász éjszakán, mielőtt még együtt lehettek volna, mindegyik meghalt. Tehát valami átok ül a családon, és ettől az átoktól nagyon szenved az egész család, és szenved Sára, már elsiratta azt, hogy ő valaha is asszony lehessen, és gyermeke születhessen. Ő is szenved tőle, közben megvádolják a környezetben is, hogy biztos ő teszi el a férfiakat lábalól, már hetet eltett lábalól, tehát jönnek a pletykák, a támadások, a szolgálói fölhánytorgatják neki ezt, kicsúfolják, kigúnyolják, tehát neki is nagy a bánata, és Rafael angyal már ezt kigondolja a tervet, hogy valahogy ezt a két fiatalt össze kéne hozni. Megint van egy ilyen, mint a Rút könyvében is, ott is valamilyen összeboronálós szituáció alakul ki. Itt is van egy ilyen a háttérben, hogy össze kéne hozni ezt a két fiatalt. Itt van ez a Tóbiás, ugye az egész család egy nagyszerű család, nagyszerű apa, nagyszerű szülők. A Tóbiás is egy mintaértékű fiatal, amott is van egy család, nagyszerű család, csak egy átok ül azokon is, és ott van a Sára, az egyszem lány. És hogy össze kéne hozni, annál is inkább, mert azonos törzsből származnak mindannyian. És valóban van egy ilyen törekvés Izraelben, hogy még a fogságban is, az elhurcoltak is, arra törekszenek, hogy a törzsek, akik egyébként nyilván már előtte királyságuk volt, de a törzsek számon tartják, hogy kik tartoznak az egyes törzsekhez, a törzsek igyekeznek saját körünkön belülről házasodni. Egyes vélemények szerint azért, hogy a törzseknek a területe, a vagyona, a népessége, tehát ami egy törzsé, az megmaradhasson az idők folyamán, és ne legyen az, hogy mondjuk egy törzs megszűnik, és egy másik törzs átveszi Izraelen belül az ő birtokaikat, vagy egyáltalán. Tehát a törzsön belül törekednek arra, hogy a törzset is föntartsák a nemzet egységén belül. Tehát ez egy nagyon fontos dolognak tűnik, hogy azonos törzsből származnak, és ilyen értelemben rokon lányt vesz el, benne el feleségül Tóbiás, és akkor minden ugye nagyon-nagyon szép lenne és jó lenne, de hát vannak itt gondok, mert hát már 7 férfi meghalt, és mi lesz ebből.
Nos, elindulnak és Egba tánába érkeznek, és eljutnak ehhez a rokonhoz. Közben már kigondolják ezt a tervet, és Tóbiásnak is nagyon tetszik az ötlet, mert Rafael nagyon szépen tudja rábeszélni erre. Na most ugye nagyon érdekes a dolog, mert hát nagyon patriarkális a helyzet. Tehát itt szó nincs arról, hogy majd a fiatalok találkoznak, aztán megszeretik egymást, aztán szerelem és egyáltalán. Hadd idézzem azt a gondolatot, amit Tagore mondott egyszer, ugye ő indiai költő, hogy a következő mondatot mondta, hogy furcsák vagytok ti európaiak. Mert megszerettek egy lányt, aztán elveszitek feleségül. Nálunk, Indiában ez fordítva van. Mi elveszük feleségül, aztán majd megszeretjük. Egy kicsit ugye erre a gondolatra rímel ez a történet is, hogy itt még nem is látták egymást a fiatalok, de Tóbiás már akarja, hogy feleségül veszi ezt a lányt. Mikor odaérnek, akkor se a lány, ám hogy majd a lány megkérdezik, vagy nem, ott az apa dönti el a dolgokat. Az apát kell megkérdezni, az apa igen mond, akkor jöhet a házasság. Tehát nagyon-nagyon patriarkális ez a dolog. Egyébként visszatérve Tagore mondására, a statisztikák azt mutatják, hogy nem rosszabb a statisztikai eredmény Indiában a házasságok tekintetében, mint Európában. Nem rosszabb. Azt illetően, hogy tényleg megszeretik-e egymást a házastársak. És tényleg igazi szeretet kapcsolat lesz-e abból a házasságból. Na, erre mondjon valaki véleményt, ugye? Tehát ugye mi elszörnyűködünk azon, hogy hát ilyen elképzelhetetlen, hogy még csak nem is látom azt a lányt, és úgy veszem el feleségül, és majd aztán látom meg először, vagy az esküvőn, mikor a fátyolt föllebbentik, akkor látom először, és akkor utána majd megszeretem. Hát kérem szépen, az ókorban ez bizony így történt, de nem is olyan régen még Európában is, ugye sokszor, ha nem is ennyire szélsőséges formában, de azért a szülők keményen eldöntötték sok esetben, hogy kikivel házasodjon, föld a földdel, ugye birtok a birtokkal, és a szülők összeboronálták a házasságot, és akkor az volt, ami van, és aztán meg kellett szeretniük egymást, ami vagy sikerült, vagy nem. De nem rosszabbak az indiai statisztikák ebből a szempontból, mint az európai vagy a nyugati civilizáció statisztikái, mert a szerelemből indult házasságokban sem döntöget csúcsokat az a folyamat, hogy vajon mennyire lesz jó ez a házasság, és mennyire fogják egymást megszeretni, és holtomiglan, holtodiglan. Nem jobb a statisztikánk, mint az indiaiaknak. Persze az Indiában se teljesen így van ma már. Kérdés, hogy mennyire sarkos ez a Tagore gondolat, de hát azért nagyon sarkosnak tűnik. Na minden esetre a Tóbiás könyvében ugye így történnek a dolgok. Tóbit ezt már otthon kilátásba helyezte. Tóbiás még ugye nem annyira érzi magáinak, de útközben még mennek, Rafael meggyőzi, hogy hát ez a jó út, és mire odaér, Tóbiás már úgymond szerelmes, tehát már várja a pillanatot, hogy hát akkor ezt a lányt elvegye, pedig még nem is látta, és a lány se látta őt, és valóban odaérnek, bemutatkoznak, nagy az öröm, hogy rokonok jöttek, és ott tejbe-vajba füröztik őket, és akkor valóban mindjárt nagy vacsora, nagy lakoma, és Tóbiás kijelenti, hogy addig én nem eszem egy falatot se, amíg a lányodat hozzám nem adod, de még mindig nem látta a lányt, és akkor hát akkor tényleg rokonok, meg minden, nagyon jó lesz így, meg ugyanaz a törzs, meg stb., tehát kinek is adhatnám, hát neked adom, fiam. Na akkor ugye bemutatkozik a menyasszony is, és akkor nem tartják meg azonnal a lakodalmat, mert fél Sárának az apja, hát ugye 7 férfi már meghalt a nász éjszakán. Anélkül, hogy a nász igazán megtörtént volna, de a férfiak meghaltak. Az emberek pletykáznak, hogy halnak meg a férfiak, és akkor hát ugye előkészítenek egy szobát, ott megvan a vacsora a szűk családi körben, titokban, és akkor ugye Sárát bevezetik, aztán ugye hát a vacsora végén bemegy a férfi is, Tóbiás, tehát már megtörtént az esküvő, az áldással, mindennel, és közben az apa a szolgáival sírt ásat az udvaron. Hát ennyire bízik a történetben, hogy most sikerülni fog. De igazából azért ásat sírt, mert hogy attól fél, és hogy még éjszaka el akarja temetni az új halott férfit,
hogy hát nehogy a szomszédok megint már milyen szégyen, hogy már még a nyolcadik is meghalt. Tehát itt akkor gyorsan és akkor titokba eltemetjük, hogy ne derüljön ki a dolog. Aztán mikor majd nem hal meg, akkor még az éjszaka alatt betemetteti a gödröt, hogy nehogy aztán meg a szomszédok azért csúfolják, hogy na már gödröt ásadtál a leendő vejednek, ugye, hogy még éjszaka betemetteti a gödröt majd. Minden esetre ugye Tóbiás bemegy Sárához, és megfogadja a tanácsokat, egyrészt amit az apja adott neki, másrészt amit Rafael angyal, a kísérő, az utitárs. Egy mozzanatot kihagytam a történetből, hogy miközben útközben haladnak még Ninivéből Ekbatána felé, egy folyóhoz, a Tigris folyóhoz érkeznek, és a Tigris folyóban hoz lemegy Tóbiás, és ahogy ott a folyónál megmossa a lábát, meg talán inni akar, egy nagy hal majdnem bekapja a lábát, és akkor Rafael mondja neki, hogy fogd meg a halat, és húzd ki gyorsan a partra. És akkor Tóbiás kihúzza ezt a nagy halat a partra, és Rafael pedig azt mondja neki, hogy most akkor vágd fel a halat, és vedd ki a szívét, a máját, és az epéjét, és tedd el. És aztán a halnak egy részét megsütik, megezik, többit besózzák, úti eledelnek, de ezt a három dolgot elteszik, és közben aztán Tóbiás útközben megkérdezi, hogy ez most mire jó, miért kell nekünk a hal szíve, mája és epéje, és akkor azt mondja Rafael, hogy a szívet és a májat, hogyha füstölőre teszik és elfüstölik, akkor ilyen émeítő füst keletkezik belőle, és ez a füst elűzi a gonosz szellemeket. Az epe pedig szemgyógyszer, tehát a szemre kenve gyógyítja a szemet. Tehát ezeket elteszi Tóbiás, és ugye mielőtt visszatérve a nászhoz, mielőtt bemegy a szobába a lányhoz, ugye a nász éjszakán, azt a tanácsot adja neki Rafael, hogy na hát akkor tudod mi a dolgod, hogy mielőtt összebújnátok egymással, a füstölőre tedd rá a halnak a szívét és a máját, és füstölj vele, és ez majd elűzi a gonosz szellemet, és akkor nem lesz semmi baj. És akkor ezt is teszi Tóbiás, és valóban ilyen émeítő füst támad, és ez elűzi azt a gonosz démont, amelyik akadályozza, és amelyik a férfiakat sorra megöli. Ugye Sárát nem öli meg, mert Sárába állítólag szerelmes ez a démon, és azt nem öli meg, de a férfiakat mindig megöli. És hát ettől a füsttől elmenekül, Rafael elkergeti, és mivel hát ő egy angyal, ugye az egyik az egy jó angyal, a másik egy gonosz angyal, és hát boldogan egymáséi lehet az ifjú pár, és akkor ugye az após meg próbál puhatolózni, hogy hát meghalt-e már az új vő, és beküld egy szolgálót, hogy hát a feleségével beküldett egy, azért megvan ám itt a hierarchia, tehát azért nem lehet ám csak ugye a nice éjszakásokhoz benyitni, tehát azért ez nem így működik, ugye. Tehát itt megvan a hierarchia, tehát az apa szól a feleségének, hogy küldj be egy szolgálót. Figyeljük, tehát azért itt azért akárhogy nem lehet oda bemenni. És akkor szolgáló bemegy, és látja, hogy mély álomba van mind a kettő hajnaltájba, és minden rendben van, mert mindegyik szuszog, tehát nem halt meg senki. És akkor, na akkor jön az, hogy az após betemetteti a gödröt még az éjszaka leple alatt, hogy hát reggel meg, hogy ha már nem azért csúfolják őket a szomszédok, hogy már a nyolcadik vő is meghalt, akkor azért se csúfolják őket, hogy na hát akkor meg gödröt ásadtál, mert azt hitted, vagy vártad ennyire, hogy az is meg fog halni. Tehát akkor ezt így elintéződik, na és akkor ezután reggel fölkelnek, és akkor, hogy akkor legyen lakodalom. De akkor nem akármilyen lakodalom, hanem 14 napig tartó lakodalom, és addig sehová, itt maradtok, és akkor eszünk, iszunk, és vendégség, és minden. Hát de közben ugye Tóbiás tudja, hogy nagyon kellene menni az apjához vissza, mert aggódik érte, és hát öregen, betegen otthagyta, meg is halhat közbe, és sürgetni a dolgot, de az após hallani se akar róla, itt 14 napig sehova. Hát de még a pénzért is el kéne menni, ugye Rágesbe, és akkor végül is megbízza Rafaelt, hogy menj el te a pénzért. Van egy szerződés a pénzről, tehát van róla papír, amit még a Tóbit, amikor letérbe helyezte ezt a pénzt, akkor készült egy írás, és az írás ketté vágták.
Ugye a szimbólum szó, amit mi ismerünk és használunk, az az ókorban egy olyan fajta tárgyat jelentett, például egy botot, amit egy szerződésnél ketté törtek. És ugye az egyik vitte az egyik felét a botnak, a másik felét, és ugye egy botot csak egyféleképpen lehet eltörni, mármint hogy csak egy párja lehet egy eltörött botnak, ezt mindannyian tudjuk. Tehát az volt a bizonyíték, hogy ha az a bot összeillett a párjával, akkor tudták, hogy a szerződésnek a másik párja állít. Hát ugye Tóbiással még ez a rokon nem is találkozott, mert 20 évvel korábban helyezte el Tóbit a pénzt, Tóbiás meg jó, ha 20 éves, tehát még nem láthatta, honnét tudja ez a rokon, hogy valóban ő akarja a pénzt, nem-e valami csaló. Ezért ugye van egy írás, amit ketté tépett, vagy ketté vágott Tóbit, és ezt az írást vitte, és nyilván ott az írás hozzápaszolt, vagy ez a papírlap a másik feléhez. Ezt átadta Rafaelnek, Rafael bemutatta, megkapta a pénzt, hozta vissza, közben ott nagyban ment a lakodalom, Tóbiás már alig várta, hogy hát vége legyen a 14 napnak, nem mintha nem esett volna jól neki, de hát azért csak ment volna az apjához. És akkor nagy búcsúzkodással, nagy vagyont kapott, megkapta a fél vagyonát az apósának, és indultak visszafelé, és a hazatérés ugye ez a harmadik egység igazából a bibliai könyvben. Úgy látom, hogy az idő nagyon szorít minket, próbálom rövidre fogni. És akkor a hazatérés is kalandosan történik, de szépen történik. Amikor Ninive közelébe érnek már, akkor hazamennek Rafael és Tóbiás, hogy otthon azért rendet rakjanak. Hát a mennyasszony ugye nem jöhet ilyen minden, akármilyen helyre, tehát ott azért még mindent el kell rendezni. Mennyasszonyt a szolgákkal hátrahagyják, és akkor hazamennek, nagy az öröm, szülők örülnek, Tóbiás előveszi a halnak az epéjét, bekeni vele az apjának a szemét, és az epe ilyen csípős anyag, és leválasztja a hártyát az apjának a szeméről, és azt mondja a Biblia, hogy a szeme sarkából ezt a két levált hártyát kicsípi Tóbiás az apjának, és akkor apja ismét lát, és a nyakába borul, hogy ismét látlak, fiam. Tehát nagy az öröm, és akkor már az öreg Tóbiás is megy a menye elé, és akkor fogadják nagy csinnadrattával, nagy az öröm, hazatértek. Tulajdonképpen ugye ez a harmadik egysége a könyvnek, és a negyedik egység, az záró egység, az pedig elmeséli Tóbiásnak a további jólétét, hogy meddig él, 112 éves koráig él, több változat is van, van olyan hanem például van olyan biblia fordítás, vagy van olyan bibliai forrás, vagy más forrás, ahol meg 105 évet emlegetnek, tehát így az évszám az egy kicsit bizonytalan. Tehát elbeszéli ezt, és hogy ismét a nagy jámborságára utal a Biblia, hogy megint mennyire szépen él, az Isten törvényeinek megfelelő módon, alamisnát ad a szegényeknek, tehát visszatérnek ezek az alapgondolatok, és hogy Tóbiás is ugyanezt folytatja és gyakorolja. Aztán ugye Tóbiás elmondja az utolsó intelmeit, az intelmekben is erre a jámborságra és erre a hitbeli, vallásos és gyakorlati szeretetre hívja fel a figyelmet, sok tanítást ad a fiának, menjének, többek között itt mondja el Ahikár történetének a tanulságát is, amit már az elején említettem, hogy fiam, ezért is jónak kell lenned, és nem a gonoszok útján járnod, mert látod, Ahikár is, bár egy csomó megpróbáltatás volt az életében, még halálra is ítélték, de a végén mégis elnyerte a jutalmát, mert a gonosz unokaöcs megbűnhődött, de Ahikár pedig visszakerült a pozíciójába. A jutalom és büntetés gondolatot tehát azért csak e világon belül tudja elképzelni. Ugye erről volt szó, hogy a túlvilágon a legjobb minőségű élet is alacsonyabb rendű, mint az e világi élet. Tehát jutalom és büntetés összefüggésében még csak e világon belül tudunk gondolkodni. Ezért van az, hogy azokban az ószövetségi bibliai leírásokban, könyvekben, például Jób könyve, amely mondjuk a szenvedésről elmélkedik, elakad azon a ponton, hogy hát azért mindannyian tudjuk,
akik most itt ülünk, és minden ember tudja, hogy az élet azért nem fekete-fehér ebből a szempontból. Tehát nagyon-nagyon nem életszerű az, amikor azt gondoljuk, hogy a jó ember az, a jó embernek jó a sorsa, a rossz embernek meg rossz a sorsa. Mert látunk ettől sokkal kacifántosabb helyzeteket is, meg sokszor úgy gondoljuk, hogy fordított helyzeteket is, hogy amikor a jó embernek nagyon sok csapás van az életébe, a gonosz meg éli világát, mint Marci Hevesen, ahogy szokták mondani. Tehát látjuk, hogy ez nem ilyen egyszerű. Tehát az az életszerű, amikor látjuk, hogy ez a kérdés, ez nagyon-nagyon bonyolult, nagyon-nagyon összetett. A Jobb könyve majd erről elmérkedik, hogy miért szenvednek a jó emberek. Mert hogy a gonoszok miért szenvednek? Ahogy az emberek megérdemlik. De miért szenvednek a jó emberek? És nem tudja megoldani az Ószövetség ezt a kérdést. Azért nem tudja megoldani, mert a jutalom és büntetés gondolatát csak e világon belül tudja elképzelni. Neki a túlvilágon még, hát jó, abban az értelemben van jutalom, hogy hát nem mindegy, hogy az alvilágnak az alsó bugyrába kerülök, vagy a felső mezőjébe, na de azért a felső mező is nem éri el azt a színvonalat, mintha a Földön élhetném tovább az életemet. Tehát ez azért nem nagy jutalom, hogy őszinték legyünk. Tehát egy kis motiváció arra, hogy ne légy gonosz, de azért ez még nem az a jutalom. Tehát csak e világon belül tudja elképzelni, és ez a bibliai könyv nem foglalkozik azzal, mint Jobb könyve, hogy hát azért ezzel vannak problémák, hogy a jó mindig elnyeri a jutalmát. Itt azért ettől összetettebb az élet. Tehát Jobb könyve azért ezt látja, meg nem buta az ókori ember sem, meg az Ószövetség ember, hogy azért az élet ettől sokkal differenciáltabb, és nagyon sokszor a jó ember szenved, azt látjuk. De itt ez a gondolat kiesik, ez most nem tartozik a Tóbiás könyvéhez. A Tóbiás könyvéhez az tartozik, hogy aki az Isten útján jár, és ez egyébként igaz, tehát mindazonáltal akkor is igaz, hogyha látjuk a jó ember szenvedését is sokszor az életben, akkor is igaz. Tehát ezzel együtt is igaz, hogy valamiképpen az Isten rejtett gondviselése ott van az ember életében. Az nem azt jelenti, hogy nincsenek megpróbáltatások. Sőt, nagyon sokszor, nagyon kemény próbák elé van állítva a jó ember, a hiteles ember, az igaz ember, az Istenben hívő ember, a szeretetben élő ember. Nagyon kemény próbákat kell, hogy kiálljon, és talán meg is rendül a bizalmunk, a hitünk, nagyon kiéleződnek a dolgok, amikor látjuk egy másik embernek, egy jó embernek a szenvedését, vagy a saját szenvedésünket, nagyon megrendül talán a bizalmunk, de ugye a Biblia azt mondja, hogy az aranyat mindig kohóban tisztítják meg. Tehát valamiképpen a gondviselés útjában benne van, és valamiért benne kell, hogy legyenek azok a próbatételek, amelyeket az Istentől kapunk. Ezzel nehezen békél meg az ember. Sokára békél meg az ember. Sokára jut el odáig az ember, hogy valamiképpen kezdje megérteni azt, hogy az Isten gondviselése akkor is működik, hogyha a jó ember életében vannak megpróbáltatások és szenvedések. Ugye erre van egy minta történet, és akkor hadd mondjam el ezt a történetet zárszóként, ez egy kis kínai példázat arról, hogy hát akkor mi is a jó és mi is a rossz. A történet pedig úgy szól, hogy egy kínai ember, aki keresztény, egy kis földterületen él és a családi birtokán dolgozgat. Van egy lova és egy kis kocsija, és a megtermelt terményét ezzel a lovas kocsival hordozza be a távoli piacra, ezt eladja, és hát szűkösen, de ebből éldegél. Egyik nap a lova kitör a karámból és elszökik, és akkor jönnek a szomszédok, a hitetlen szomszédok, és sajnálkoznak, és jajgatnak, hogy jaj, te szegény ember, tönkrement az életed, elment a lovad, oda a megélhetésed, éhen fogsz halni. De ez az ember csak mosolyog magában, mert tudja, hogy a dolgok ettől összetettebbek. És valóban eltelik 4 nap, és visszajön a ló, de nem egyedül, hanem hoz magával 10 vadlovat. Na, befogja az ember a karámba a 10 vadlovat, elkezdi őket betörni, jönnek a szomszédok, hogy ó, te szerencsés ember, hát te boldog vagy most már, hát milyen nagy szerencseért, egy ló helyett most már van még plusz 10,
és milyen jó neked. De az ember csak mosolyog, mert tudja ő a dolgoknak a helyi értékét. Valóban, ahogy töri be a lovakat, két nap múlva leesik az egyik vadlónak a hátáról, eltöri a lábát. Jönnek a szomszédok, hogy ó, te szerencsétlen ember, már megint milyen sorscsapásért, milyen rossz neked, most nem tudsz dolgozni, nyomod az ágyat, de az ember csak mosolyog magában. És aztán eltelik három nap, és jönnek a kínai császárnak a katonái, és bejelentik, hogy kitört a háború, és minden férfi embert elvisznek katonának, de amikor ide érnek, látják, hogy törött lábbal fekszik az ágyon, őt nem tudják elvinni, jönnek a szomszédok, hogy ó, te szerencsés és boldog ember, milyen jó neked, nem kellett elmenni a háborúba. És akkor a történet végén ott a kérdője, hogy akkor mi is jó és mi is a rossz? Biztosak vagyunk benne, hogy tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz nekünk. Mert biztosak vagyunk benne, hogy úgy gondoljuk, hogy tudjuk. De Isten a tudója. Persze ez nagyon kemény egy olyan helyzetben, amikor olyan próbatétellel találkozik szembe az ember, ami tényleg emberi észre elhelyezhetetlen. Amikor például egy rákkal találkozik szembe, vagy egy halálos betegséggel. Az embertársa a szerettei körében, a családja körében, vagy akár a saját maga életében. Nagyon nehéz ezt helyre tenni. Nagyon nehéz arra a kérdésre bármiként is valamit mondani, hogy vajon az Istennek ezzel most mi a szándéka? Nagyon nehéz erre bármit is mondani, kétségtelen. De tudnunk kell, hogy az isteni gondviselés még ezekkel a megpróbáltatásokkal együtt is ott van az életünk mögött, és ott van az életünkben. Az a fajta Isten vesztése a társadalomnak, ahová most elérkeztünk, hogy tudnélik, most már tömegek nem hisznek Istenben, és tömegek Isten nélkül élnek. Ez nem egyik pillanatról másikra alakult ki, hogy mondjuk a 19. század közepén valaki fölébredt az ágyából, és azt mondta, hogy na hát eddig hittem, mostantól nem hiszek. Ez nem így alakult ki, hanem ez egy átfejlődéssel ment végbe, és volt ennek egy olyan stádiuma, ami Madács ember tragédiájában meg is ragadható egy irodalmi gondolattal, amikor azt mondja Madács, hogy a gép forog, az alkotó pihen. Ugye ezzel arra utal, hogy a 19. században nagyon eluralkodott egy bizonyos rétegben az a fajta gondolkodásmód, hogy hát Istenben ugyan hiszünk, mint teremtőben, de az Isten kivonult a világból. Magunkra hagyott minket. Létezik, de magunkra hagyott minket. A gép forog, de az alkotó valahol a világ másik sarkába pihen. Gondot se vet ránk se hederít, nem foglalkozik velünk. Nos, a Biblia és az a hit, ami a Bibliából árad, ami a hitünknek, a keresztény hitnek a lényege, a hívő ember hitének a lényege, arról szól, hogy Isten minden látszat ellenére és minden kétség ellenére nem hagyta magára a világot. Akkor sem, hogyha azt látjuk, hogy az egyébként Istennel élő hívő ember, jámbor ember, jó ember életében is vannak megpróbáltatások, vannak kemény helyzetek, vannak értelmezhetetlen és emberi ésszel el nem helyezhető megpróbáltatások, helyzetek, akár egészen odáig, hogy egy halálos betegséget kapok, amiben lehet, hogy egy-két éven belül meg fogok halni. Még ezzel együtt is az Isten valamiképpen odafigyel rám, és tudja, hogy ki vagyok, és tudja, hogy el fog engem vezetni az ő örök országába, mert hogy nem csak a földi élet, ami a Tóbiás könyvében ugye még nem jelenik meg, nem csak a földi élet egészében van az emberi életnek a horizontja, hanem a földi életen túlnyúlik az ember léte, és a földi élet után az Istennél fog beteljesülni az ember léte, vagy így, vagy úgy, de nyilvánvalóan arra kell törekedni, hogy a jó oldalra szólítson minket az Isten. Köszönöm szépen a figyelmet.